Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Farkasné Ivett vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 10-es szintű igazgatóházas párja. Én Farkas Tibor vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a PPH vezetői közül ma mi lehetünk a házigazdák. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól és nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom gyógyszertári asszisztens volt, mára viszont már csak a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Porcsalma településen élünk, a családi helyzetünk házas. A PPH előtti foglalkozásom informatikus volt, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezési csapata. 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Érdemes odafigyelni főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan, közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten, legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes, szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket mesterünk, a szervezetünk alapítója és vezetője, Szedlacsik Miklós mesterkócs. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ? Senki. Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Szeretethiány? Szeretethiány. Mit tanulunk itt? Szeretetet. Mi baj van még a bolygóval? Mármint az emberiség. Elnyomás. Mit tanulunk itt? Hát az elnyomás feloldását, hogy az ember képes legyen az elnyomást kezelni. Mi baj van még a bolygóval, az emberiséggel? Tudatlanság. Mit tanulunk itt? Hogy tudatosak legyenek az emberek. Mi baj van még az emberiséggel? Etikátlan. Mit tanulunk itt? Etikát, hogy az emberek becsületesek, tisztességesek és erkölcsösek legyenek. Mi baj van még az emberiséggel? Boldogtalanság. Mit tanulunk itt? Az, hogy az emberek boldogak legyenek. Mi baj van még az emberiséggel? Micsoda? Nincs együttműködés. Mit tanulunk itt? Hogy legyen együttműködés, hogy tudjanak az emberek feltétel nélkül együttműködni. Mi baj van még az emberekkel, az emberiséggel? Nincs elég pénzük, a legtöbb embernek nincs elég pénze. A 3%-nak van elég pénze körülbelül a bolygón. Nem. Nem a bolygón. A bolygón ennyinek nincs. Mondjuk itt a nyugati társadalomban. De hát, hogy ne így legyen, hanem mindenkinek legyen elég, aki ezért hajlandó tenni természetesen. Jó? Tehát mi baj van még az emberiséggel? Betegek az emberek? Hát tanítjuk, hogy legyenek egészségesek, ha betegek, vagy hogy maradjanak egészségesek, ha egészségesek. Mi baj van még az emberiséggel? Sok a rossz párkapcsolat, sokan válnak el. Akkor ugye mondhatjuk azt, hogy tanítjuk a helyes párkapcsolatot, és sokan maradtak egybe. Itt a PPH-nál. Jó, tehát pont olyan dolgokat tanítunk, ami baj itt az emberiséggel. Tehát, ha megnézed, hát egyre több háború van. Jó, hát ezt tudjuk, hogy miért van. Erről beszéltem valamelyik alkalommal itt a díjmentesben. De ugye nem a díjmentes a lényeg. A díjmentesben nem adok módszert. A díjmentes az egy ilyen felvilágosítás. Tehát arra jó, hogy az embereket felvilágosítsuk. De önmagában a felvilágosodás, vagy a felvilágosulás, az kevés. Az kevés. Mert az ember azt szeretne boldogulni az életében. És boldogulni ezeken a területeken. Nézzük, mik ezek a területek. Az emberek szeretnének ezeken boldogulni. Ti is szeretnétek ezeken a területeken boldogulni? Ki az, aki nem szeretne ezeken a területeken boldogulni? Senkinek sincs keze, jó van, pedig vagyunk itt sokan. Szóval, már mit nem tette föl, ugye? Keze van, csak nem tette föl. Jó, szóval ezeken boldogulni kellene. De azt mondjátok meg, hogy miért nem akarnak? Miért nem akarnak boldogulni? Nem tudják, hogy mit nem tudnak? Vagy nem tudják, hogy mi lenne nekik jó? És itt megtapasztalhatják? Oké. Okay. Jó. Örülök neki, hogy így látjátok ti is. Tehát az a fő probléma, hogy az emberek el vannak a saját világukban. Most szeretnék ebben kapcsolatban egy-két dolgot mondani azoknak, akik nincsenek itt. Tehát úgy nincsenek itt, hogy nem tanulóként nincsenek itt, hanem nincsenek a PPH-ban. Nem tanulók. Tehát nem tanulók. Tehát ugye azt mondtam, hogy el van mindenki a saját, nem mindenki, de sokan el vannak a saját világukban. És mitől félsz? Miért kell félni a tudástól? Miért kell attól félni, hogy jobbá válsz? Miért kell attól félni, hogy jobb lesz az életed? Miért? Azt gondolod, hogy neked jó ott az életed, ha nem vagy PPH-s? Úgy jó, ahogy van, akkor te óriási tévedésben vagy. Mert nem tudod, hogy mit nem tudsz, mint amiről az imént volt szó. Nem tudod, mit nem tudsz. Nem tudod azt, hogy lehetne jobb. Neked az a helyzet, hogy azt gondolod, hogy lehet, hogy ott a környezetedben egy kicsivel jobb az életed, mint a környezetednek. De nem kicsivel lehetne jobb, hanem sokkal lehetne jobb. És az, hogy az embernek sokkal jobb legyen az élete, az annak a függvénye, hogy ezeken a területeken boldoguljon. És lehet, hogy furcsa lesz, hogy itt van egy 10. terület is, hogy azon a területen is boldogulni kell. Hogyne, onnan származunk. Onnan származunk. Tehát te isteni létformából jöttél ide le saját választásod alapján a Földre. Tehát akkor gondold végig, ha valahonnan jöttél, akkor tudnod kellene, hogy ott mi történik. Tehát, ha egy ember, ez egy mondás, aki nem tudja, tehát aki egy emberre vonatkozó mondás, aki nem tudja, nem ismeri a múltját, annak nincs jövője se. Ez olyan, mint egy nép. Ha egy nép nem ismeri a múltját, akkor nincs jövője se. Érted? Tehát egy embernek is tudni kellene a múltja, de a múltja az nem csak a jelenlegi földi léte. És nem is az, hogy az előző életedben itt a Földön mit csináltál, vagy az azt megelőző életedben a Földön mit csináltál. Mert hogyha lehet, hogy ez a 15. élete valakinek itt a Földön, de az még mindig csak egy rövid életszakasz ahhoz képest, amit megéltél Istenként. És ez nem felértékelés, ez tény. Az angyalok is az isteni létformához tartoznak. Csak az angyal az isteni hierarchikus 7 szintből nem a legmagasabb szint. Ami azt jelenti, de akkor is az isteni létformának a része. Tehát te az isteni létformának a részeként választottad azt, hogy lejössz a Földre tanulni. És a legtöbb ember, aki itt a Földön van, önként választotta. Tehát önként. Tehát ide lejöttél azért, hogy megéld azt, amit erre emlékszel. Ebben az életedben meg kellett élni. Ha volt egy előző életed, akkor azért jöttél oda is, hogy azt megéld abban az előző életedben, az előző létedben. Érted? Tehát mi az, hogy 10-es, az a 10. életterület, az nem fontos az embernek? Hát miért nem kellene tudnod, hogy te Isten voltál? Hát lehet, hogy nem a legnagyobb Isten a világon, mert az a teremtő. Azért te ne akar lenni a teremtő Isten, mert minden Isten teremtő egyébként, csak nem mindegy milyen mértékben. Nem mindegy, hogy olyan mértékben Isten, illetve teremtő, aki létrehozott gyakorlatilag mindent, az összes lelkünket. Ő hozta létre önmagából. Csak nekünk van egy kis lelkünk, ahhoz képest, ami neki van. Neki brutál nagy lelke van, és ráadásul az ő energiája mindenben megtalálható, még ebbe a műanyag padlóba is megtalálható az ő energiája. Érted? Mert ha ő nem lenne, akkor nem létezne olyan, hogy energia, de olyan se, hogy anyag. Tehát az embernek tudnia kellene, hogy honnan jött. És tök mindegy, hogy melyik csillagrendszerből jöttél, melyik bolygóról jöttél, mert nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy Isten voltál. Tehát a mi értelmezésünkben, földi lényként értelmezve Isten voltál. És ha most visszakerülhetnél az isteni mi voltodba, és lejönnél, mint Isten, minden ember azt mondaná rólad, hogy Isten vagy. Oké? Tehát ilyenfajta létből jöttél le, ami azt jelenti, hogy az embernek tudnia kellene, hogy honnan származik. Tiszta, világosnak kellene lenni. Azért, hogy tudja, hogy sokkal többre képes, mint amit hisz magáról. És ez nem azt jelenti, hogy most töltjük az egódat, mert az egó az az ellenséged. Egy pillanatra sem érted van, pedig azt gondolod, hogy érted van. De abszolút nem érted van. És gátol a fejlődésben, mert az egód miatt nem tanulsz. Az egód miatt nem fejlődsz. Bár lehet, hogy most azt mondod, hogy ó, te már ilyen tanfolyamot, meg ilyen képzést, amolyan képzést az ember működéséről elvégeztél. Vagy akár voltál olyan tanfolyamokon is, ami nem feltétlenül az ember működése, mondjuk angyal tanfolyam. Ahol az angyalok segítségével kapcsolatos tanácsokat kaptál. És akkor elmondhatod azt, hogy tanultál ilyen dolgokat. Semmi gond nincs ezzel. De ezen a 10 területen profi vagy? Mind a 10 területen? Nem hiszem. Ezen a bolygón, ezen a 10 területen senki nincs, aki azt tudja mondani, hogy ő profi. Mind a 10-en. Érted? Csak az a kérdés, hogy hol tart ezen a 10 területen. És akik itt vannak, és itt tanulnak, azok előrébb tartanak. Vannak, akik jócskán előrébb tartanak, mint a többiek. De nem csak ezért kellene itt tanulni. Mondok példát, jó? Lehet, hogy durva lesz. Inkább bevezetem, nem mondom direktbe. Ja, szóval tudjátok azt, hogy hát ugye 14 éve, ugye jövőre 15. éve foglalkozunk azzal, hogy tanítunk embereket. És lehet jönni ide a tudásért. Régen nem a tudásért jöttek, jó? Tehát nekünk különböző szolgáltatásunk volt, ami nem közvetlenül a tudás volt. Nyilván akkor is tanítottam, és nyilván már 2000-től nagyon érdekelt az a téma, és azokban a témákban a tanítás, amivel most is foglalkozok. Tehát 14 éve kezdtük el tanítani az embereket. Tehát 14 éve a tudásért jönnek. Tehát a tudásért. És a 14 év alatt ezáltal nagyon sok mindent sikerült megtapasztalni. És a 14 év alatt ugye látjuk azt, hogy milyen emberekkel találkoztunk, kikkel találkoztunk. Van, aki már több mint 14 éve van itt, nem is egy-két ember, több mint 14 éve van itt. Van, aki ugye kevesebb, nyilván a többség az kevesebb, mint 14 éve van itt. És sok mindent láttam. Emberek jöttek a tudásért, és többen hagyták abba, mint amennyien vagyunk. Összességében. A 14 év alatt. Tehát mint amennyien most vagyunk, annál többen hagyták abba. Miért? Nagyon egyszerű, mert általában azok, akik abba hagyják, azért hagyják abba, mert nem nézik az előadásokat. Nem hallgatják az előadásokat. Hát ugye a képzéseket lehet videón nézni élőben, és lehet rádió hallgatni élőben. És egy ember nem nézi, elkezdi nem nézni a képzéseket, akkor lemarad. És akkor egy idő után azt mondja, hogy ha már olyan lemaradásban vagyok, hogy nem tudom bepótolni, akkor minek fizessek már egy következő hónapra. Tehát ezért hagyják abba. Tehát nem teszik az életük részévé. Az ember akkor tesz valamit az életének a részévé, ha azt mindig ugyanabban az időben csinálja. Ha össze-vissza csinálsz bármit az életedben, akkor az nem igazán része az életednek. Ezt figyeld meg, hogy így van. Tehát ha mindent ugyanabban az időben csinálsz, amit ugyanabban az időben csinálsz, azt veszed észre, hogy automatikusan csinálod. Hogy az teljes egészében az életed része. Amit össze-vissza csinálsz, azon gondolkodni kell, hogy csináltam, nem csináltam, most kimaradt, nem maradt, most csináljam, ne csináljam, hát nem olyan fontos, vagy lehet, hogy később csinálom. És mivel ezáltal nem annyira fontos, az emberek lemaradnak. És elkezdik kihagyni a képzéseket, bár próbálja bepótolni, de nem tudja bepótolni, mert hát minden héten azért kétszer jönnek a képzések, és minden héten van 4 előadás. Sőt, ugye szemináriumi időpontban, ami éppen most van, ott plusz 4 előadás van, tehát ezen a héten összesen 6 előadás volt. A mostanit is beszámítva. 6. Jó, tehát havonta egyszer 6 előadás van. És egyébként pedig minden héten 4. És ezek nem félórás előadások, hanem mind 1,25, másfél, vagy vannak olyanok, amik 2 órás előadás. Vagy 2,25 órás, olyanok is vannak előadások, illetve képzések. Ugye az ilyen hosszabb lélegzetűek, azok mind képzés. És persze az emberek lemaradnak. Igen ám, de mi nem a pénzért csináljuk, amit csinálunk. A pénz az csak egy grátis, hanem azért csináljuk, hogy az embereket képezzük, hogy az emberek fejlődjenek, az emberek boldogabb életet éljenek, ezért csináljuk. És amikor csinálunk, grátisban ezt megjutalmazzák pénzzel. Most, hogy ki jutalmazza meg, most ebből a szempontból ez most részletkérdés. Mindegy, nem is ez a lényeg. Tehát mi az emberekért csináljuk. És tudjátok, mit tapasztalunk? Sok-sok éve, a 14 év alatt. Nagyon sokszor. Azt, hogy valaki kimarad, és akkor 2 dolog történik vele. Vagy az egyik, vagy a másik. Az egyik az, ez a jobbik eset. Megnehezül az élete. Ez a jobbik eset. Nehezebbé válik az élete. A rosszabbik eset, hogy meghal. Éppen ma is számolt, vagy tegnap valaki beszámolt arról, hogy kimaradt egy tanuló, és feldobta a talpát. Oké? Pedig semmi jel nem mutatott arra, hogy fel fogja dobni a talpát. Oké, és ez rendszeres, tehát mindenkinél így van, kimarad valaki, akkor megnehezül az élete. Vagy rosszabbik esetben kivonják az élők sorába. Kik? Hát ott van az Istene, az adott személy Istene. Miért? Hát nagyon egyszerű. Hát ezért jött az ember. Hát azért jött, hogy tanuljon, fejlődjön és tapasztalatot szerezzen a földi létben. És ezt majd felhasználja az isteni létforma formában felhasználja. Amit itt összegyűjt, tapasztalatot. És ezt általában egy élet alatt kellene megcsinálni. Nem több élet alatt, egy élet alatt. Annyit kellene fejlődni, és akkor mutatom, hogy ezt meg lehet csinálni. Itt van. Egy élet alatt meg lehet csinálni, hogy az ember a 7. lelki szintre feljusson, a beteljesülés szintjére. Nem egyedül tudja megcsinálni az ember. Úgyhogy kap segítséget, és benne van egy közösségbe. Oké? közösségben, ahol más emberek, hasonszörű emberek vannak, akik hasonlóan gondolkodnak. Tehát ugye az ember leginkább olyan emberekkel szeret együtt lenni, akik hasonlóan gondolkodnak. Nem teljesen ellentétesen. És lehet, hogy a családodban olyan emberekkel találkozol nap mint nap, akik éppen ellentétesen gondolkodnak, mint te. Jó, és ugye a családtagjait között is. Lehet, hogy a szüleid teljesen ellentétesen gondolkodnak. Lehet, hogy a gyereked teljesen ellentétesen gondolkodik. De ez természetes, nem vagyunk egyformák. Ezért törekszik az ember arra, hogy olyan társaságban legyen, akik hasonlóan gondolkodnak, olyan emberek társaságában. Szóval itt van ez a 7 lelki szint. Azért vagyunk itt, hogy ezen a 7 lelki szinten megtapasztaljunk mindent. Vannak, akik olyan családba születtek, ahol sok a pénz. És nem, hogy túlélés szintje felett van, hanem a biztonság szintje felett is van. Tehát biztonságban érzi magát, túlélésért nem kell küzdenie, vannak ilyenek. De ez a lakosság hány százaléka? A nyugati társadalomban 1%. Egy. Érted? 1%. Na most 100 emberből 1, ez azt jelenti. Na most ugye neki mit kellene megtanulni? Mert neki nem kellene a túlélést meg a biztonságot megtanulnia. Hát neki azt, amit úgy hívnak, hogy etika. Úgy hívnak, hogy elfogadás. Oké? Úgy hívnak, hogy szeretet. Úgy hívnak, hogy feltétel nélkül együttműködés. Nekik is ezeket meg kellene tanulni. A többieknek még azt is meg kell tanulni, hogy adott helyzetben hogy kell túlélni. Gondold végig, megkérdezném, ki az, aki volt olyan élethelyzetben, ahol nagyon oda kellett figyelni arra, hogy mire költesz. Oké? Én is. No, én is föltettem. Akkor tanultuk a túlélést. Szó szerint. És ki az, aki volt olyan helyzetben, hogy már ugyan a túlélés megvolt, de nem érezted magad anyagi biztonságban. Oké? Tehát ha megnézzük, hát gyakorlatilag szinte mindenki, vagy lehet, hogy mindenki föltette a kezét. Mert ugye itt a kézerdőben nem láttam olyat, hogy valaki nem tette föl. Tehát gondold végig, ha ezen is túl lettél, akkor megtanultad azt, hogy túlélj. Megtanultad azt, hogy hogyan kell elérni a biztonságot. Az ember meg tudja ezeket tanulni. De itt még ezeken kívül van 5 szint. 5 lelki szint. Akik itt vannak és járnak rendezvényre, azok beteljesítik a 3. lelki szintet. Akik itt tanulnak, de nem járnak rendezvényre valamilyen rendszerességgel, hát gondold végig, azt mondod, hogy nem tudsz járni. Hát de Egyesült Államok túlsó feléről járnak tanulók. Érted? Ausztráliából járnak tanulók. Érted? Te meg azt mondod, hogy hát neked ilyen-olyan körülményed van, nem tudsz jönni. Budapesten egy csomó tanulónk van, és a budapesti tanulók nagy része nincs itt. Miért? Mert távol vagy. Miért nem vagy itt? Képzeljétek, mikor azt mondják, hogy hát én messze lakom Újpesttől, mert Újpesten van ugye heti találkozó, messze, és mondom hol? És akkor mondja, mit tudom én azt, hogy, Soroksáron, érted? És ez kb. 25 kilométer. Soroksár. Az a város túlsó fele. Érted? És ott lakik, és az messze van. Tömegközlekedésre simán lehet közlekedni. Ha van egy buszbérlete, akkor jöhet mellett vele. Szóval a legtöbb tanuló még ezt a valahova tartozás szintjét sem teljesíti. Hogy akarsz fejlődni? Hogy akarsz? Tehát van egy olyan helyzet, hogy volt egy előző életed, az előző életben elértél egy lelki fejlettségi szintet. És egy olyan lelki fejlettségi szintre születtél. Na most gondold végig, hogyha vannak olyan emberek, kb. 1%, akiknek nem kellett megélni az 1-es meg a 2-es biztonsági, vagyis a 1-es és a 2-es lelki szintet, akkor vajon túl sokan jól csinálták az előző életükben a dolgokat? Mondom, ahogy megélünk, megéltük az előző életünket, olyan lelki szintre születünk. Oké? Okay? És hát az öme az olyan lelki szintre született, hogy 1-es vagy 2-es, aztán mintha elvágták volna. Tehát akkor nem valami jól csináltuk a dolgunkat az előző életünkben. És hát itt van ez az élet, és az emberek zöme, az csukott szemmel jár, és nem látja azt, hogy ebben az életben fejlődni kellene. Nem látja. Tehát a fejlődés az magadért van, elsősorban, a lelki fejlődésedért, másodszorban azért, hogy másokat is hozzá tudja ezt segíteni. Tehát ezt át kellene látni, és amikor másokat hozzásegítesz ahhoz, hogy fejlődhessenek, tehát nem feltétlenül az a dolgod most még, hogy embereket taníts, hanem az a dolgod, hogy hozz embereket, a dolgodat nézem. A tanulás az nem dolog. Tudod, az a baj, hogy lehet, hogy azt hiszed, hogy a tanulás azért dolog, mert azt mondták a szüleid gyerekkorodban, hogy az a dolgot, hogy tanulj. Nem gondolkodtál ezen el? Hogy neked az a dolgot, hogy tanulj. A tanulás az nem dolog. Ezért van sok ember, akinek ezt sokszor mondták, és már mit tudom én, hanyadik diplomáját csinálja meg, és már 30 éves, és már nem tudom, hanyadik diplomája van, mert azt tanították neki, hogy az a dolga. Tehát a tanulás az nem dolog, értsd meg. A tanulás az kötelesség. Ez nem dolog. A gyereknek is a tanulás nem dolga, hanem kötelessége. Miért kötelessége? Ha megnézed, abszolút kötelesség. Mert neki kötelező iskolába járni. Tehát neki az kötelessége, tehát ha te jól akarod tanítani a gyerekedet vagy az unokádat, akkor ne azt mondd neki, hogy dolga, hanem kötelessége. Érted? Tehát felnőtt korban, ha azt tanították volna, nekem is a szüleim azt tanították volna, hogy a tanulás az a kötelességed, akkor lehet, hogy előbb kezdtem volna neki a tanulásnak. Mert ugye én is 10 éven keresztül nem tanultam, mikor kijártam az iskolát, utána 10 éven keresztül. Mert megutáltatták a tanulást velem, mert az a dolgom. És én azt láttam, hogy akiknek felnőttként tényleg dolguk van, azok szabadabbak, mint én, aki gyerek, érted? És tanulok. Tehát az szabadabb, akinek nem mondják meg, hogy mit csináljon. Nekem megmondták gyerekkorban, hogy mit csináljak, érted? És ezáltal én nem éreztem magam szabadnak. És alig vártam, hogy felnőjek, hogy szabadabbnak érezzem magam. Aztán kiderült, hogy nem szabad leszek, csak szabadabb leszek. Mert a szabadságot a tudás adja meg. Hát most gondold végig, menjünk ide-vissza. Itt van ez a 10 életterület. Hoppá. Bármelyik területen nem működsz jól, már is nem vagy szabad. Tehát mondjuk valakinek nincs önbizalma, nincs önértékelése, nincs önbecsülése. Ő szabadnak fogja érezni magát. Ki van csukva? Hát hód bénán fog cselekedni az életében. Hibát hibára halmoz, és a hibázás következtében az ember nem lesz szabad. Vagy ott van a párkapcsolat. Ha valakinek gajra van téve a párkapcsolata, tönkre van menve a párkapcsolata, és boldogtalan ezáltal, akkor ő szabadnak érzi magát. Hát egy boldogtalan ember nem szabad. És akkor lehetne itt végig menni ezeken a pontokon, hogyha bármelyik, ha nem keresel elég pénzt, szabadnak érzed magad. Ha utálod a munkádat, de muszáj csinálni, szabadnak érzed magad. A muszájtól szabadnak érzed magad, egyébként is. A muszájtól szabadnak érzed magad? Ki van csukva? Tehát itt van ez a 10 terület, és ha ezen az ember boldogul ezeken a területeken egyre jobban, akkor ahogy egyre jobban boldogulsz, egyre nagyobb szabadságot élvezel és érzel. Tehát inkább úgy mondom, hogy érzel és élvezel. Tehát egyre szabadabbnak érzed magad, és ezt élvezed. Tehát visszatérve, ezeken a területeken kell fejlődni. Nem. Én tudom, hogy szabad akaratod van, de akkor is kell. Ez nem lehetőség, hanem kötelesség a tudás, érted? Tehát ugyanolyan, mint valaki elvégezte az iskolát, és utána szakmát tanul. Most mindegy, hogy iskolában tanulta a szakmát, vagy az iskola után tanulja a szakmát. Miért kell szakmát tanulni? Vagy miért kell munkát végezni? Hát lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy hát majd az állam eltart, vagy a szüleim eltartanak majd, ameddig élnek. De sok ember a pénzkeresést azt valamilyen szinten kötelességnek érzi. Mert ha nem csinálja, akkor éhen hal, nem? Vagy nem tudja azt megvenni, amit kell. Tehát ez a kötelesség azért nem áll olyan távol tőlünk. De a tanulást, mint kötelességet, miért nem gyakorlod? És most nem azoknak mondom, akik itt tanulnak, hanem azoknak mondom, akik meghallgatják az előadásaimat, és azt mondják, hogy rendszeresen hallgatom az előadásodat. De nem tanulóit. Érted? Rendszeresen hallgatja, mert valószínűleg tetszik neki, amit az első részben mondok. De miért nem kötelességed a tanulás? Tehát miért nem annyira kötelességed a tanulás, mint a pénzkereset? Miért nem? Tehát, ha többet tudnál az élet és az ember működéséről, könnyebben tudnál pénzt keresni. Minél többet tudnál az ember és az élet működéséről, annál könnyebben tudnál pénzt keresni. Ki az, aki úgy gondolja, hogy jó, most nem a PPH-s jövedelmedre gondolj, hanem arra gondolj, ami a civil életű jövedelmed volt, vagy van. Hogy a civil életében könnyen keresett pénzt, azt tegye már föl a kezét. Nem tudom, hány kezet láttok. Én egyet se látok, egy kezet se. Tehát, hogyha nem kerestünk könnyen pénzt, én se kerestem könnyen pénzt. Ha nem kerestünk könnyen pénzt, és ezt tudjuk, hogy nem keresünk, jó, én már nem, de ti tudjátok, hogy nem kerestek könnyen pénzt, ha még a civil életetekből éltek. Akkor miért nem akartok könnyebben keresni pénzt? Miért nem akartok úgy keresni pénzt, hogy tanultok, és akkor szóltok másoknak is, hogy ti tanultok. És ha negatívan áll hozzá, akkor szólsz egy másiknak. És annak is negatívan állsz, akkor szólsz egy harmadiknak. Én csak azt tudom tapasztalatként elmondani, amikor én annak idején kezdtem az első szolgáltatás közvetítést. Még 91-ben. Azt mondja, hogy 160 emberből, akinek szóltam, 3 vette igénybe a szolgáltatást. Oké? Okay? 3. De nem lombozott le. Mert én el tudtam azt fogadni, hogy tanulok. Ami azt jelenti, hogy 160-szor mondtam el a mondókámat, érted? És abból 3 tanuló lett. Tehát én nem tudom ezt a szolgáltatásunkról mondani ilyen statisztikát, érted? Mert ennek sokkal jobb a statisztikája, mert már rutinosan csináltam, érted? Én azt tudom mondani, hogy az első szolgáltatást, amit elkezdtem, 160-ból 3 eredmény lett. És utána, amikor már megtanultam, ezen a 160-on túl voltam, és lett motivációm arra, hogy miért kellene az embereket csatlakoztatnom, utána 2 hét alatt hoztam 8 embert. 2 hét alatt. Érted? És előtte 9 hónap alatt hoztam azt a 3-at. Érted? Tehát ezt azért mondom példaként, mert aki nem foglalkozott emberek szervezésével, nincs tapasztalata benne, annak meg kell tanulnia a saját tapasztalata alapján, hogy tudjon hozni tanulókat. Hiába le van írva, hogy mit csinál. Van, aki bele tudja adni a szenvedélyét, az könnyebben hoz embereket. Aki nem tud szenvedélyes lenni, az nehezebben hoz embereket. De nem a szenvedély számít, hanem az számít, hogy képes vagy-e arra, hogy megtaláld-e abba az adott szemébe, hogy miért kellene neki itt tanulnia. Olyan formán, hogy ő azt mondja, hogy hogy lehetek tanuló? Érted? Hogy neked kelljen mondani azt, hogy ő neki, hogy legyél tanuló. Nem. Hanem eljuss oda, hogy képes legyél úgy beszélni arról, hogy mi van itt nálunk, hogy ő azt mondja, hogy hogy lehet itt tanulni, hogy lehet becsatlakozni, hogy lehetek tanuló. És ehhez kell rutin, kell tapasztalat. És ez a számokból jön létre, hogy minél több emberrel beszélsz, minél hamarabb, annál jó, hamarabb eljutsz oda, hogy az emberek azt kérdezzék tőled, hogy hogy lehet itt tanulónak lenni. Mert én is tanuló akarok lenni. Szóval, most gondold végig, ha te tanulsz valahol, és tudod használni, és boldogabban éled az életedet, nem tudnád ajánlani másoknak? Hát dehogy nem. Tudod, miről szól maga egy beszélgetés? Arról szól, hogy kezdeményezed a beszélgetést. Erre van egy módszer. Utána arról szól, hogy elmondod a saját verziódat, hogy miért vagy itt. Miért tanulsz itt? Ez a saját verzió. Mindenkinek saját verziója van. Ez nem az, hogy most be kell tanulnod valakinek, a más embernek a verzióját. A saját verziód. Hogy te miért vagy itt, és miért vagy még mindig itt. Érted? Mert nem elég az, hogy valaki ide került, hanem az a lényeg, hogy itt is marad. És utána te tanultál valakitől, tanulsz valakitől, akkor tudsz róla beszélni. Erről szól az egész. Ez a beszélgetés, érted? Hát ez kellene, hogy fejből menjen. Még az is, hogy a mesterről beszélsz, magad saját szavaiddal. Érted? És utána tetszik neki, nem tetszik? Meg kell, ha ezt jól csinálod, a saját történeteddel, meg a saját szavaiddal mindent, akkor azt fogja kérdezni, hogy hogy lehet itt tanulóvá válni. És az egésznek az a kezdete, hogy elkezdesz úgy ismerkedni, hogy na, mit szólsz ehhez a jelenlegi világunkhoz? Én nem találkoztam olyan emberrel, akinek ne lenne ezzel kapcsolatban véleménye. Érted? A jelenlegi világunkról mindenkinek van valami véleménye. Mondom, én nem találkozom, biztos, hogy léteznek olyan emberek, akiknek nincs véleménye a jelenlegi világunkról, de én még ilyennel nem találkoztam. És valószínűleg nem is fogok találkozni. Oké? És onnantól kezdve abból, amit mond a jelenlegi világunkról, ha már az embernek van egy kis tapasztalata, akkor rögtön ki tudod szűrni, hogy neki miért kellene itt lennie, vagy miért nem kellene itt lennie. Érted? Tehát azt is, hogyha nem kellene itt lenni, akkor elköszönök tőle, érted? Nem kell tovább beszélnem vele. De ha úgy ítélem meg, hogy neki itt kellene lenni, itt a helye, akkor én ezt ki is tudom neki fejezni. Oké? Tehát, de ehhez kell egy rutin, amit avval szerzünk meg, hogy kezdetben elrontjuk. És a kezdetben a többségét elrontja az ember. De az nem elrontás, nem béna vagy, hanem megtapasztalod azt, hogy nem szabad csinálni. Érted? Tehát, hogy mi a helyes módszer, mi a helytelen módszer. Az ember megtapasztalja. És most gondold végig, ebből létrejön egy tanulói csapatod a jövőben, ahol lesz először egy embered, egy tanulód, majd lesz 10 tanulód, majd lesz 20, 30, még több, egyre több. És képzeld el, azoknak is lesznek tanulói, meg a tanulók tanulóinak is lesznek tanulói. És ez mind a te csoportodban van. És neked csak 2 dolgot kell tudni. Azt, hogy tudjál beszélni arról, amiben benne vagy, 1, 2, tudjad vezetni a csapatodat. Tartunk negyedévente 3 napos vezetőképzőt, ami azt jelenti, hogy egy évben 12 teljes nap vezetőképzőt tartunk. Azt ha órára kiszámolnád, hát azért jelentős, mert ott ilyen mennyit, 8 órát tanulunk, vagy mennyit? Körülbelül. Tehát az azt jelenti, hogy 3×8, 24, ugye egy alkalommal akkor az. 4 alkalommal az 100 óra. 100 óra tanítás a vezetőknek, vagy a vezető várományosoknak. Egy évben. Azért az jelentős. Ha te elmennél 100 óra vezetőképzésre, tudod mennyit fizetnél ki? Tudod mennyit fizetnél ki? A vezetőképzések azok még brutálisabb áron vannak, ott számolhatsz óránként mondjuk 20 000 forintot. Az hány forint akkor? A 20 000-szer 100? 2 milla. 2 milla az, amit itt az emberek kapnak, és abban nincs benne a szállás, nincs benne az étkezés, érted? Az csak a képzés, a 20 000 forint óránként. Érted? Itt meg szállást kapsz, étkezést kapsz, reggelit, vacsorát, érted? És gyakorlatilag fizeted a szállásnak a költségét, érted? Meg az étkezés költségét. Tessék? Sőt, még ingyen is van lehetőséged részt venni a vezetőképzőn, ha megfelelő eredményt érsz el előtte, természetesen. Gondold végig, 2 millió forint egy évben. És ezt, mit tudom én, megúszod, azt mondja, hogy 200 pár ezer forintból. Ha nem veszed igénybe az ingyenest. Tehát a 4 alkalom az 200 ezer és pár ezer még hozzá. Mondjuk 210-ből ebben az évben megúszta az ember. 10-éért, érted? De úgy, hogy szállással, étkezéssel. Tehát, hogyha bemész oda abba a szállodába csak úgy, akkor többet fizetsz, mint most, amennyiért ott vagy, és képzést is kapsz. Tehát, csak hogy tiszta és világos legyen. Tehát ami azt jelenti, hogy megtanítunk vezetni is. Tehát hogyha neked gondod lenne azzal, hogy hú, hát vezetni embereket már fáj a fejem tőle, akkor ez ne legyen gond. Embereket vezetni a világ egyik legszebb dolga, ha jól csinálja az ember. Hányszor hallottál már olyanokat, hogy vezető pozícióba került valaki, és azt mondta, hogy ó, Istenem, inkább ne vezessek sose embereket. Miért? Hát mert tudás nélkül embereket vezetni, az káosz és kudarc. De az embernek van tudása, és már akkor jöhet az ember vezetőképzőre, amikor még nem is vezető, hanem már elindult a vezetői szint felé. Tehát most gondold végig, van egy lehetőséged, hogy tanulj, fejlődj, hogy boldogulj a területeken, és a 7 lelki szintet be tud teljesíteni. Ezen túlmenően hozzátartozik az, hogy lehet csoportod. Hát lehet csoportod. Ez nem kötelesség, hogy legyen csoportod, nem kötelező, hogy legyen csoportod. Ez lehetőség. Szabad akarat a tiéd. És mekkora csoportod lehet? Itt van 6,4 milliárd ember, akit tanítani kellene. Ezt a 10 témát, hoppá, túlmentem. Ezt a 10 témát, ez nem 10 téma, ez 25 téma, 10 terület. 25 témában adom át. És csak itt nálunk tudod összefüggően megkapni, sehol máshol. Tehát úgy, hogy egyik következik a másikból, a másik következik a harmadikból, vagy a harmadik következik a másodikból, akarom mondani. Érted? És van 25 nagy témánk. Most például az egészségteremtő kócsképzés van, 8. hónapja. 8. hónapja. Na most az 240 óra. 240 óra. Mit lehet annyi idő alatt tanulni? Sok mindent. Meglepődnél, hogy mennyi mindent. Igaz? Tehát miért nem gondolod azt, hogy kötelesség a tanulás? Ugyanúgy, mint a munka is, a pénzkereset is kötelesség. A tanulás miért nem? Ugye a bolygón, itt nyugaton is, csak kevesen gondolják azt, a többihez képest kevesen, hogy nem akarnak pénzt keresni, tehát nem kötelesség számukra a pénzkeresés. Tartsa el valaki. A lakosság lélekszámához képest ez most még egy kisebb szám. Bár ugye egyre nő az ő számuk, ő arányuk, inkább úgy mondanám. Tehát ami azt jelenti, hogy a lakosság nagy része az kötelességének érzi, hogy pénzt keressen. És a tanulás miért nem kötelesség? Mert eddig nem tanította senki azt, hogy te miért vagy itt? Emberként. Miért vagy itt? Miért jöttél le? Tehát nem azért jöttél le, amit gondolod, hogy lejöttél, hanem azért, hogy tanulj, tapasztalj. És amikor visszakerülsz a fenti létformába, akkor hozzá lehessen tenni azt a tudást, amit itt sajátítottál el, a fenti létformában elsajátított tudásodhoz. Mi baj van ezzel? Miért akarsz itt rekedni? A fentiek ezt csak kísérleti céllal hozták létre, azt, hogy itt vagyunk. És ez a kísérlet, ez gyakorlatilag le kellett volna járnia 2012 évvégével. Tudod, akkor volt ez a világvége effektus, hogy lesz világvége 2012-ben. Lesz világvége, nem lesz világvége, emlékeztek rá? Mert hogy mennyien jósolták akkorra a világvégét? Persze, ezért jósolták a világvégét. Mert a kísérlet odáig volt, érted? Csak egy szerencse volt, hogy 2012-ben már tanítottam az embereket. És ilyen dolgokra, nem ilyen széles körűen, azt azért elmondanám. Tehát régen, ami most akár 8 hónap, az régen 1 hónap volt. Oké? Még abban az időben. Max. 2. Tehát gondoljátok végig, hogy hogyha nem lettünk volna, akkor már nem lennél itt a Földön. Nem lennél itt. Akármilyen hihetetlen. Ugyanis lejárt a kísérlet. Ami annyit jelent, hogy már aranykornak kellene lenni, már szeretetkornak kellene lenni. 2012-től. És képzeld el, minden kísérlet úgy zajlik le, hogy van egy kontrollcsoport is, aki ugyanazt csinálják. Ugyanazt akarják kikísérletezni. És vagy a kontrollcsoport jut a végeredményre, a kísérlet végeredményére, vagy a főcsoport jut a kísérlet végeredményére. Ezt nem tudják előre. És amikor az egyik csoport a végeredményére jut a kísérletnek, akkor felszámolják a másik csoportot. És jó, ha tudod, hogy a másik csoport eljutott a kísérlet végére. Tehát mi volt a kísérlet? Az, hogy az emberek képesek megtanulni, a lelkek képesek megtanulni azt, hogy szeretetben, békében, boldogságban feltétel nélkül együttműködjenek. Megtanulták. A kontrollcsoport már megtanulta ezt a kísérletet, megcsinálta. És ott már aranykor van. Érted? És itt nincs. És amikor a kontrollcsoport, az egyik csoport megcsinálja a kísérletet, és megtörténik az, aminek a kísérletnek a célja volt, akkor a másikat felszámolják. És 2012-ben történt meg az, hogy ott már aranykor van. Érted? És elkezdődött a Földnek a felszámolása, ha nem csináljuk meg, hoppá, ha nem csináljuk meg az aranykort. És ezt megcsinálják 2035-ig, ha nem csináljuk meg. Oké? Tehát mondom, a Föld egy kísérleti bolygó, de volt egy kontrollcsoport is. Nem a naprendszerben, jó? Tehát fényévekre innen. A következő naprendszer is fényévekre van innen. Jó? És ott véghez vitték az eredményt. Ugye mi a feladat? Tehát ugye most nem teljesen jól fogalmaztam, mert a 6. lelki szintre kell felkerülni ahhoz, hogy aranykor lehessen, és bekerülhessen az ember az aranykorba. Jó? Megnézzük, hogy miért. Egyszerű a válasz. Mert a 6. lelki szinten már az ember képes teremteni, emberekkel szeretetben, békében együttműködni, és a 7. lelki szint az, ahol megtanulja az ember a feltétel nélküli együttműködést, na ahhoz kell az aranykor. Tehát a feltétel nélküli együttműködést addig nem lehet megtanulni, míg elnyomók vannak. Oké? Mert feltétel nélküli együttműködést csak etikus lényekkel lehet megcsinálni. Oké? Az elnyomók, az emberiség 20%-a, attól meg ne várd el, hogy etikus legyen. Ők nem tudnak etikusak lenni. És ezért velük nincs feltétel nélküli együttműködés. És ahhoz, hogy egy lény megtanulja a feltétel nélküli együttműködést, ahhoz az kell, hogy ne legyenek, ne vegyék körül őket elnyomók. Ne legyenek elnyomók. Világos ez? Tehát ott a másik bolygón, ott már a feltétel nélküli együttműködést tanulják. Érted? Mert már nincsenek elnyomók. Mi lett az elnyomókkal? A teremtőik gondoskodtak róla, hogy ne éljenek túl. És mi van, hogyha itt az emberiség nem akar tanulni, nem akar fejlődni? Elkészítettek, mind a két bolygó részére készítettek egy közös bolygót. Kinn az univerzum szélén, ahova azok inkarnálódhatnak, akik nem kerülhettek be az aranykorba. Vagy itt a Földön nem fognak bekerülni az aranykorba. És az milyen bolygó? Létre van hozva az élet, és az ember kialakíthatja magának a működését, de ugyanúgy, mint ahogy ide született, hogy előtte törlik az összes tudást. És képzeld el, beszületnél egy olyan helyre, ahol nulla tudásod van, elfelejtettél mindent az előző életeidből, és nincs technika, nincs technológia. És akkor élj meg. Így indult a Földön az élet, ennek az emberiségnek az élete is így indult. Nincs technológia, nincs technika, és élj meg. Akkor amit kigondol az ember, azt mondja, hogy hát akkor valamivel be kellene magamat burkolni, nem? Hogy ne fázzak, vagy ne süssön nagyon a nap. Valahonnan kellene valami burkolóanyag. Kezdetben a levelek, mint Ádám Évánál a fügefa levét. Ott kezdődik, aztán később rájöttek, hogy ha leülök élelmezés szempontjából az állatot, hát akkor az állatnak a bőrét magamra teríthetem. És akkor így elindult az egész. és akkor valahova be kell bújni, hát kerestek maguknak ilyen barlangokat, azt ott laktak. Várja az embereket az ilyenfajta élet. Nem vicc, ez komoly. Csak nem ezen a földön. Ahogy az életed létrejött a teremtődtől függött, ugyanúgy a halálod is tőle függ, ha te túl akarsz élni, akkor is. Tehát ha mindenre figyelsz, mindenre vigyázol, és nem vagy önpusztító, akkor is fogják, és alszol, megállítják a szívedet. És álmodba ki fogja újraindítani a szívedet. Ott alszik a párod melletted, érted? És reggel csak azt vesz észre, hogy hoppá, nem lélegzel. De ez van. Tehát a kontrollcsoport megcsinálta, érted? A földet be akarják csukni ebből a szempontból. Nem kell kísérlet, az már nem kísérlet, hogy a 6. lelki szintről följuthass az 7. lelki szintre. Az nem kísérlet, tudod miért nem kísérlet? Azért nem kísérlet, mert már akkorra te javába belejössz a tanulásba. És annak alkalmazásába természetesen. Ezért nem kísérlet. És jönnek majd azok, akik ugye nem ilyen módon akarnak tapasztalatokat szerezni, hogy mondjuk kőkorszaki körülmények között, hanem azok, akiknek csak azt kell megtanulniuk, hogy képesek legyenek a feltétel nélküli együttműködésre, érted? Mert nem gond odafönt az együttműködés, de a feltétel nélküli együttműködés az már odafönt is gond. És akkor a feltétel nélküli együttműködéshez tudod mi is tartozik még? A feltétel nélküli elfogadás. Nincs feltétel nélküli együttműködés, feltétel nélküli elfogadás nélkül. Tehát a feltétel nélküli elfogadás megelőzi a feltétel nélküli együttműködést. És ha végig gondolja az ember, tök logikus. Ha mondjuk tényleges fejlődést akar egy közösség, akár egy család, akkor szükséges a másik feltétel nélküli elfogadására, és szükséges a feltétel nélküli együttműködés. Gondold végig, logikusan. Tehát ahhoz, hogy egy közösség működjön a világ bármely szintjén, bárhol, és jól működjön, az része a feltétel nélküli elfogadásnak. És azt mondod, hogy persze most nem lehet az elnyomók miatt. Mert te az elnyomókkal nem akarsz együttműködni. Én sem. Oké? De a szociális emberekkel, a nem elnyomókkal miért nem működnék feltétel nélkül? Oké? Ha megnézed, az együttműködésünkhöz nincsenek feltételek szabva. Egy feltétel van, ne keresztvonalazz. Ha nem tudod mi az, legyél tanuló, azt megtudod. Jó? Szóval, ha azt látod, hogy neked itt a helyed, várunk szeretettel. Magyarország legnagyobb független közösségében. Jó? Ahol nem csak együtt vagyunk, hanem tanulunk, fejlődünk, jó? De ami tényleges közösség, nem virtuális közösség, jó? Tehát nyilvánvaló, a virtuális közösségek vannak nagyobbak. Az, hogy függetlene, azt nem hiszem, hogy független lenne. Mi pedig azok vagyunk. Úgyhogy várunk szeretettel, hogy te csatlakozhass, mi annak a feltétele, házigazdáinktól megtudod. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Szeretném megköszönni vezetőnknek, Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a rendkívül érdekes képzést. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz. Miben lett jobb azóta az életem? Előtte nem voltam elégedett az életemmel több olyan területen, mint például az egészség, párkapcsolat, anyagiak, önbizalom, kommunikáció, vagy mondjuk a szeretet működtetése. Ezért ezeken feltétlenül változtatni akartam, és felismertem azt, hogy amennyiben jobb életet akarok, akkor nem másokat kell ugye megváltoztatnom, hanem nekem kellene változnom. Azt is felismertem, hogy ehhez megfelelő tudásra van szükségem. És nagyon megörültem annak, amikor azt tapasztaltam, hogy itt egy helyen megvan minden, ami kell egy embernek. Tehát ez mind elérhető itt. Korábban annyira önbizalom hiányos voltam, hogy még ha bele is kezdtem valamilyen jövedelemszerző tevékenységbe, nem tudtam tartós vagy kiemelkedő eredményt elérni. És az történt, hogy sok éven keresztül egyik ilyenből váltottam a másikba. Lehet, hogy valamennyire ismerős nektek is ez. Összesen több mint 10 helyen fordultam meg. Viszont a mester tanításainak köszönhetően ma már olyan szabad vállalkozásunk van, ami által el tudtam érni, hogy otthonról dolgozunk, és mi osztjuk be az időnket. És azzal foglalkozhatunk, amit igazából szeretünk. Amit legjobban szeretünk. Sőt, mi több hasonló dolgokban már tudtam másoknak is segíteni. De ez csak egy terület a sok közül, ami jelentősen javult. Amikben nagy javulást tudtam elérni, azok még többek között a párkapcsolat, a kommunikáció, az egészség, az élet célom felé haladás, vagy épp a gyereknevelés. Épp a napokban történt a 10 éves fiú gyerekünkkel az iskolában egy traumát okozó eset. Ugyanis mentem ért az iskolába, és amikor bejött a kocsiba, akkor ugye elmondta, hogy lelkileg hogyan bántották, és utána elkezdett sírni is. Eszembe jutott, hogy a mestertől kaptunk tudást arra is, hogyan kell helyesen kezelni ezeket az érzelmi traumákat, hogy az ne okozzon nagy bajokat később. Hazamentünk, majd alkalmaztam rajta a tudást, aminek a hatására sikerült teljesen eltüntetni a traumát, és a gyerek felszabadult a negatív történések hatásaitól. Hát szerintem mondanom sem kell, hogy ez nekem szülőként egy óriási, hatalmas dolog, amiért szintén nagyon-nagyon hálás vagyok Szedlacsik Miklós mesternek. Hát ez így van. Ilyen dolgokat élünk meg, hogy tudunk segíteni a saját gyermekeinknek feloldozni ezeket a traumákat, és megértetni velük már most ilyen kisgyerekként, hogy mi miért történik velük az életükben. És ezért nem lehetünk elég hálásak a mi mesterünknek, hogy van nekünk, és ennek a bolygónak. És ez nem túlzás, mert igen, ő az egész bolygó sorsát tartja a kezében, és ha elhiszi valaki, ha nem, bizony, hogy itt az aranykor tőle indult el, és ő általa. És ugye itt mi segítjük őt, így együtt fogjuk ezt elérni. És hihetetlen az a tudás, az a tapasztalat, amivel ő rendelkezik, az a rengeteg szeretet, az a rengeteg kitartás, türelem, elfogadás, hát ha egy kis töredékét sikerülne már most birtokolnunk, ami benne van, hát nagyon jó lenne. Hát haladunk az úton, és a segítségével óriási dolgokra vagyunk képesek. Én egy falusi lány vagyok, aki úgy nőtt fel, hogy önbizalomhiánnyal, rengeteg megfelelési kényszerrel, igazából céltalanul, és gondolkoztam a minap ezen, hogy mivé lettem. Hát határozott, van önbizalmam most már, úgymond vagyok valaki a mester által. Mert egy átlagos családban nőttem fel, egy átlag életet, és jó úton haladok afelé a segítségével, hogy egy átlag feletti életet éljünk. És nem feltétlen az anyagiakra gondolok, hanem a belső értékekre, amiket a segítségével elő tudunk hozni magunkból. És szerintem ez sokkal csodálatosabb, mint az, hogy milyen anyagi javakat birtoklunk. Hát kívánom mindenkinek azokat a tapasztalatokat, amiket mi átéltünk a 8 év során, amit itt töltöttünk eddig. És egy csodálatos napon vagyunk túl, ahol az eddigi legnagyobb elismerést vehette át a mesterünk és az ő csodálatos felesége. És csodálatos energiák voltak. Hát nem lehet elmondani szavakkal azt az érzést, amit ma mi kaptunk és átélhettünk itt. És biztatok mindenkit, hogy tapasztalja meg ezt a tudást, ezt a közeget, ahol itt vagyunk, ezt az energiát, és a mi mesterünk csodálatos lényét. Akik kitartóan itt tanulnak, itt minden egyes ember arról számol be, hogy jobbá válik az élete. Persze ehhez kell az is, hogy a tudást, amit kapunk, azt beépítjük az életünkbe, és használjuk, amiket kapunk a mesterünktől. De higgyétek el, hogy senki nem fogja bánni, hogyha elkezdi a tanulást itt nálunk a PPH-nál, ugyanis mindenkinek előbb-utóbb rájön, hogy ez a más választása nem lesz. Mi azért születtünk le, hogy beteljesítsük a küldetésünket, és azt máshol, ez biztos, teljesen biztos, hogy nem fogja tudni senki. Csak itt nálunk. Ha elhiszi ezt valaki, ha nem, ez akkor is így van. Nálunk minden szerdán és vasárnap este havonta átlagosan 30 óra képzés van. Havi 200 000 forint értékben kapsz a mindennapokban használható ember és életjobbító képzést. De ez most akciósan csak 19.700 forint, viszont a második hónaptól már csak 12.500 forint. És ehhez még ingyen kaphatsz egy szabad életet eredményező jövedelemszerző lehetőséget is, amivel mi már élünk egy jó ideje, és nagyon jó úton haladunk a szabad élet felé, az anyagilag is szabad élet felé. Hát ha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, akkor örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és várunk nagyon sok szeretettel. A mai szemináriumot követően PPH klubot tart a mesterünk, ahol lehet majd tőle kérdezni. És én még arra szeretnék mindenkit buzdítani, hogy mivel jön a karácsony, használjátok ki ezt az időszakot, és nagyon sok ember van, nagyon sok magányos ember van, És nagyon sok olyan ember van, aki vágyik a szeretetre. Nem ajándékokra, nem tárgyakra, hanem szeretetre. És azt, hogy valaki őt meghallgassa, vagy valaki őt úgymond a szárnyai alá vegye. És itt most nagyon jó lehetőség lesz egy kicsit ez a hónap végi elcsendesülés, hogy bátran keressétek az embereket, mert nagyon várnak rátok. Én ebben biztos vagyok. Hát nagyon szépen megköszönjük nektek ezt a mai napot, és szeretnénk most a nap végén egy kört alakítani, ahol a következő módon megfogjuk egymás kezét, a bal tenyér felfelé néz, a jobb tenyér pedig lefelé. És így áramoltassuk a mai sok-sok energiát, amit kaptunk. És még egyszer nagyon-nagyon szépen és hálásan megköszönjük mesterünknek, és a párjának is, hogy a mai nap házigazdái lehettünk. Óriási megtiszteltetés volt számunkra, és végtelenül hálásak vagyunk érte. Köszönjük szépen! És mindenkinek szeretnénk megköszönni a rengeteg szeretetet, együttműködést, amit kaptunk ma tőletek, és kapunk mindig tőletek, és mi is nagyon-nagyon nagy szeretettel gondolunk mindenkire, és nagyon jó utat kívánunk hazafelé mindenkinek, és nagyon sok sikert, és nagyon-nagyon szeretünk mindenkit. Köszönöm.